szakítani a hagyományokkal és továbbvinni az eddigi kitűnő idegenbeli szereplést. Ez a kettősség jellemzi a DVTK terveit a szombaton az MTK otthonában esedékes labdarúgó bajnokival kapcsolatosan. Ám ahhoz, hogy változtasson az MTK elleni idegenbeli mérlegén a Diósgyőr, koncentrált, pontos játékra lesz szükség, olyan teljesítményre, ami ebben a szezonban már győzelmeket hozott az NB1-ben. Tovább folytatná nagyszerű idegenbeli teljesítményét az élvonal 6. fordulójában is a DVTK labdarúgó csapata. Két eddigi vendégszereplése alkalmával 2 győzelmet és 7 rúgott gólt tud felmutatni Kuznyecov Szergej vezetőedző együttese, és az első szeptemberi hétvégén pedig jön az újabb idegenbeli szereplés, ezúttal az MTK otthonában. A piros-fehérek számára nehéz pályának számító helyszínen pedig csak az elsőtől az utolsó percig tartó koncentrált játék hozhat eredményt. Az MTK 5-2-3 felállásba játszanak, és az a hármas nem nagyon szokott visszatérni, hanem frissen várják a megszerzett labdákat, és ebből kontráznak. Szóval az azt jelenti, hogy nagyon pontosnak kell lenni elünk. A szakvezető a csapat felkészüléséről szólva elmondta. A szokásos heti munkát az zavarta meg, hogy a legutóbbi kezdőcsapatból sérülés szenvedő játékosokat kellett pótolni az edzéseken, és sajnos lesz olyan labdarúgó is, akinek szerepeltetésétől el kell tekinteni, ami változást hoz magával a középpályán. Nem változik viszont a szurkolók aktivitása, minden jegy elkelt az új hidegkúti stadion vendégszektorába. Megpróbálunk mindent megtenni az, hogy azok a sok szurkoló, aki eljön támogatni minket, hogy boldogan tudjanak visszatérni, bár tudjunk a történelmileg is, hogy elég nehezen sikerülnek a DVTK mérkőzések idegenben az MTK ellen. Ha jól tudom, 50 mérkőzésben csak 4-et tudott idáig nyerni a csapat, szóval hát reméljünk, hogy ezt a hagyományt most fogunk megszakítani. Hosszabb szünet következik majd a bajnokságban, ezek után többek között ezért is lenne fontos a győzelemért járó pontok begyűjtése, mert akkor az élmezőnyben töltené a bajnoki megállást a csapat, ami mind a szurkolóknak, mind a játékosoknak jobb kedvet adna a folytatáshoz. Az MTK-DVTK labdarúgó bajnoki szombaton 15:15-kor kezdődik.